Országosan, megyénkben, de még a PECS Aladár megyei oktatókórházban is nőtt a születések száma 2012-ben, az előző évekhez képest, mondta a Győr Plusz híradójának dr. Stummer János. A tavalyi év folyamán több mint 2000 csecsemő látta meg a napvilágot a győri kórházban. Örvendetes tény, hogy 2012-ben osztályunkon emelkedett a szülésszám, jelesül 2351 újszülött született. Ez nagyjából egy ilyen 5-7%-os emelkedés az előző évhez képest, és hogyha az elmúlt 10 évre nézzük a statisztikát, akkor ez volt az első év, amikor egy szignifikáns, jelentős emelkedést könyvelhettünk el. Az elmúlt évben pedig nem csak ez az egy meglepetés érte a szülészeti osztályt. Egy országos internetes szavazáson a győri szülőszoba nyerte el az év szülőszobája címet. A magas születésszámhoz azonban az egészségügyi átszervezések is nagyban hozzájárultak. Az emelkedő szülésszámnak egyébként oka az egészségügyi átszervezés is, hiszen tudjuk, hogy Csornán bezárt a szülészet, és hozzánk jönnek szülni Csornáról is. Volt három egymás követő hónap az év második felében, amikor több mint 20%-kal ugrott meg a születések száma osztályunkon. Ez azért jelentős terhet ró az osztályunkra, a dolgozókra, és minden szempontból az osztály minden részére. Győrben tehát kedvezően alakul a demográfiai helyzet. A Rábaparti városban is ugyanúgy, mint országosan, lassult a népességfogyás üteme.